Miközben olimpiai hőseink jutalmazásának minden forintjáról tudunk, más a helyzet a hátországban. Az edzők, felkészítő stábok és vezetők személyes jutalmait nem hozza nyilvánosságra a MOB. Annyit tudni csak, például, hogy a csapatiroda 17 tagja, köztük 9 MOB alkalmazott 74 milliót kapott összesen. Gémesi György, a sportirányító szervezet elnökségi tagja, nem a titkolózás híve, ő most a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük ott, hogy mennyiben érzi védhetőnek azt az állapotot, hogy tehát a sportolóknál minden köztudott, ugye nem, ha nem is előre, de rögtön az olimpia után minden összeget nyilvánosságra hoztak, nem így a háttérben tevékenykedőknél és vezetőknél. van -e ebben logika? Hát Minden közpénzről el kell számolni. Tehát azt gondolom, hogy ha közpénzből fizetnek bármilyen jutalmat, fizetést, az teljes mértékben nyilvános. Azt semmiképpen nem lehet megengedni, hogy adott esetben, ha erre valaki rákérdez, azt nem, ne kerülhessen nyilvánosságra. És senkinek a zsebében nem akarok kotorászni. Én azt gondolom, hogy egy fantasztikus olimpiai teljesítmény volt. Nagyon sokan dolgoztak azért a háttérben, a hátországban, hogy ez az eredmény ilyen nagyszerű legyen meg is érdemlik a jutalmakat. Bocsánat, hogy... igen, egy az kicsit azért is tűnik furcsának, mert az egész ügy akusztikája lehetne nagyon pozitív kicsengésű. Hát egy Persze. fantasztikus olimpián vagyunk túl. És láthatóan a közvélemény egyáltalán nem irigykedett senki esetében, hanem igenis azt mondta, hogy ezeket a sikereket meg kell fizetni normálisan. Ugyanez a véleményem. Tehát én aggó... Akkor mégis jetsen... mi a helyzet? De nem értem én sem azt, hogy miért kell titkolózni, miért nem lehet adott esetben azt mondani, hogy ezért a teljesítményért ezek az emberek megdolgoztak, és most azokból a forrásokból, amire rendelkezésre áll, legyen az bőven, még akkor is, ha most elég komoly problémával küzdenek az emberek, mert egzisztenciás problémáik vannak. Nyilván nagyon sok embernek kis pénzek is nagyon nagynak tűnnek, de most ebben a kérdésben, amikor egy világra teljesít teljesítmény van, akkor ott vagyunk a nemzetek között a kilencedik helyen, én azt gondolom, senki nem sajnálja azt, hogy azt fizessék meg. És azért nem is értem egyébként ezt az úgynevezett titkolózást, vagy illetve inkább azt mondom, hogy nyilvánosságra hozatal ellen való ágálódást. Ezt ki kell hozni, onnantól kezdve nem fog senkinek semmilyen kételje, agája kérdése megfogalmazódni, hogy aztán az egyiknek vagy a másiknak a teljesítményével arányos volt-e az, hogy mennyi jutalmat kapott, nem az én dolgom eldönteni, szerintem már réges túl lennénk rajta. Tehát nagyon szeretném hangsúlyozni, senkinek a zsebében nem szeretnék kotorászni, ez nem is a stílusom, de mint választott vezető a magam köreiben, illetve nyilván a Magyar Ömpi Bizottság választott vezetőként a véleményem az, hogyha közpénzzel gazdálkodik egy szervezet, annak minden egyes forintjának elköltése nyilvános. Ez vonatkozzék, vonatkoznia kell mindenkire. Gondolok arra, hogy ugye szövetségekben felkészítő edzők, stábtagok, az egyik rész, és a másik, az pedig a mob, tehát a központi szervezetben azok a, a csapatban dolgozó háttéremberek, adott esetben akár vezetők is, az megint egy másik dolog. Mindenkire vonatkozom? Az vélemény én véleményem szerint hogy miért mindenkire vonatkozik. Tehát, aki Bár nem fogom, kap, de bárki megtámadja, és bárki uh -huh. elmegy a bírósághoz, is azt mondja, hogy hozzák nyilvánosságra, már pedig mindig vannak ellentétek, mindig vannak olyan emberek, akik a, a másiknak be akarják bizonyítani, hogy okosabbak. Nem kéne megvárni a Bobnak azt, hogy adott esetben egy ilyen kényszerű helyzetben, valamikor, akkor, amikor már minden lecsengett, és már mindenki arra hogy talán a következő olimpiának a felkészítését tegyük össze, akkor kell majd megint egy ilyen jellegű vitába, nyilvános vitába belekeveredni. Én azt gondolom, a dolog ennyit ér, nem többet. De pontosan az átláthatóság, pontosan a transzparencia, a miniszterelnök úr által is megfogalmazott költségvetési pénzek elköltésének átláthatósága ezt mindenféleképpen megköveteli. Ennek ellenére. Um... Minek tulajdonítja azt, hogy ebbe olyan makacságban meg bezárkózás? Én azt gondolom, hogy nyilván valakik félnek attól, hogy nyilvánosságra kerül, hogy ők jutalmat kaptak, vagy, vagy, nem, nem tudom. Tehát én meg is mondom őszintén, nem is igazán értem ezt a dolgot. Én ha egyetlen egy forint fizetést kapok otthon a polgármesteri munkámért, vagy adott esetben kapok valamilyen formában jutalmat a testülettől, ez azonnal a helyi sajtóban nyilvánosságot lát, és mindenki tudja azt, hogy igen, ezért a feladatért, vagy a teljesítmény elismeréséért, vagy bármiért mondjuk a választott vezető, vagy a szakma megfelelő utalmat kapott, vagy elismerést. Hogyan született házon belül a mobnál ezekről a jutalmakról a döntés? Keretek vannak, az, 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 ha jól tudom, 10% az, amit az adható forrásokból a mob belső apparátusa között lehet szétosztani, és azt, annak az arányait azt nyilván a megfelelő döntik el. Tehát akkor ez elnökségi ülésen nem... Én nem találkoztam vele. Tehát nem, de ott volt az elnökségi üléseken. Olyan elnökségülésen ott voltam, amikor döntöttünk, akkor ezt visszaadták, aztán volt egy olyan elnökségülés rendkívül, nem tudtam elmenni. Én úgy tudom, hogy ott nem volt ez ilyen szinten kielemezve, inkább csak a keret. És akkor, tehát a, ma a maga a testület nem szavazott róla, nem adott, nem kérték ki úgy felhatalmazást. Én nem az hm? Na most Nem akarok el... kibújni félretés uh -huh. tehát én vállalok minden döntést. És hogyha adott esetben egyet is értek vele, támogatom. Vagy adott esetben, hogyha nem értek vele egyet, akkor azt mondom, hogy nem de én úgy érzem, hogy ez egy picit úgy, úgy, olyan szép csöndben ment át, ami nem lett volna rossz, hogyha megvitatásra kerül, és biztos, hogy lehetett volna támogató szavazatokat is ehhez nyerni. Engem is meg lehet nyerni támogatásképpen dolgokra, nyilván, ha egyetértek vele. Nem is mentem a nyilvánosság de ha már ez így kikerült a nyilvánosságra, és engem megkérdeznek, én a véleményemet nyilván elmondom. Még egyszer mondom, szerintem nyugvópontra jutna a dolog, hogyha valóban mindenki azt az irányt fontosnak tartaná, amit a miniszterelnök úr, Aparátusa is, csapata is megfogalmazódott, hogy transzparencia, átláthatóság a költségvetési adófizetők pénzek elköltésével kapcsolatban. Most, hogy már elmondta, és az utóbbi napokban elmondta többször a véleményét, arra is ígéretet tett, hogy, hogy meg fogja kérdezni a MOB vezetésétől elnökségében. Rákérdez igen, rá fogok kérdezni, Mikor fog tesebben, de megmondom őszintén, hogy én magam nem fogok kezdeményezni nyilvánosságot, mert nem az én dolgom. Én egy elnökségi tag vagyok, és az elnökségi tag gyakorlatilag a belső működés kontrollja. És vélemény fogalmaz meg, a döntésekben részt vesz, de nyilván a döntések előterjesztése, végrehajtása nem az én dolgom. No, mennyi esélyt ad arra, hogy ebben a helyzetben az értelmes érvek meghallgatásra találnak? és így normális nyugvópontra lehet vinni ezt a... Egyébként valóban simán és hosszú időre elhúzódhat és kellemetlenné válhat az egész ügy, és egy, olyan, egy, egy, rossz mellékzöngeként kerül London mellé. Sokkal, de sokkal fontosabb dolgokról kell most beszélni, mint hogy ezt a kérdést vitassák és ekkörül forogjon most az érdeklődés és kerüljön is lássanak nyilvánosságra dolgok. Szerintem viszonylag gyorsan le kéne zárni. Nem az én dolgom, nem az én felelősségem. Félhetés és az enyém lenne, azt vállalnám viszonylag gyorsan rövidre kéne zárni, mert így, ha elhúzódik, akkor olyan árnyék vetülhet egy nagyon-nagyon jó építkező magyar sportra, ami nem szerencsés. Ennyit tudok erről mondani, hogy mennyi esélyt látok erre, azt én most nem tudom megmondani. Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyanok, akik ezt nem hagyják nyugodni, ezért érdemes szerintem elé menni a dolgoknak mint ahogy sok minden másnál is az a legjobb, ha kiállunk a nyilvánosság és azt mondjuk, hogy ez volt, ez történt, kész három nap múlva megyünk tovább, hogyha ott nincs jogszabálysértés, már pedig nem volt jogszabálysértés, ezt azért mondjuk meg, tehát ilyen jellegű dolog nincs itt, esetleg morális etikai kérdések merülhetnek föl, de jogszabálysértés nem volt, mindenki tudomásul veszi, hogy nem veszi tudomásul, és megyünk tovább, most pontosan, amikor egy új lendület előtt van az egész magyar sport, hiszen a miniszterelnök úr bejelentette a TAU sportágok bővítését, és szerintem erről kéne beszélni, programokat kéne az asztalra a Magyar Olimpia Bizottságnak is hátszelet kéne adjon, szakmai hátszelet ezeknek a lehetőségeknek, és azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez lenne a jó irány, és ez a következő napok, hetek, hónapok éveknek az építkezésének azok az alapjait lehet most letenni. No, beszéljünk erről egy kicsit. Hát a miniszterelnök úr ugyanakkor azt jelentette be, hogy nem a TAO nem a TAO kört fogják bővíteni, hanem további 14 sportágnak igen jelentős, 10-15 milliárd forint közé tehető, így egyelőre ez hangzott el az első egyeztetés után összeggel növelik a támogatását a TAO rendszeren kívül. Mindegy, hogy TAO rendszeren belül vagy kívül? Hát mind a kettő adó. Tehát most az, hogy valaki megszerzi valamelyik cégtől a Társadalmi nyereség adó 70%-át, vagy, a, vagy, a is, ilyen vagy, ilyen? vagy, az állam fizet neki, az ilyen szempontból mindegy. A, annyival jobb egyébként a, a TAUS rendszer, mert ott érdekeltél lehet tenni gazdasági erőket arra, hogy hátszeret adjanak egyik vagy a másik sportáknak és azért ez, én azt gondolom, hogy egy jó irány, és abban az irányba vezethet, hogy bizonyos jellegű sporttámogatók esetén ugye adókedvezményt kap valaki, ezek működnek a világban, de ilyen szempontból, hogy a pénz adófizetői pénz, teljesen mindegy, mert ez is adófizetői pénz, és nyilván, ahogy elhangzott, és ahogy én láttam, a bejelentést, nyilván ehhez nagyon komoly szakmai programokat kell összeállítani, tehát stratégiákat kell csinálni, ami minimum tíz éves távlatban egy sporták fejlesztést letesz az asztalra, egy sportászfejlesztési fejlesztési programot, és garantálja a szükséges erők felsorakoztatását, és azt mondjuk, hogy ma itt vagyunk, és oda szeretnénk eljutni. Mert ugye a miniszterelnök úr azt kérte, hogy november közepére ezeket a fillére kiszámolt igényeket, illetve az, az, ahhoz tartozó stratégiákat készítsék el ezek a sportágok, és akkor az alapján tudna a költségvetés és már dönteni, egy jövőre kinek mennyit tud ebből adni szeretett sportága, a vívás, na ennek a koncepciójában mennyire tud most beleszólni? Nem vagyok a Vívó Szövetség elnökségi tagja, nyilván követem az eseményeket. Én egy helyi vívó egyesület szemüvegén keresztül tudom most nézni a magyar vívást, aki azért ott van a vidék legjobb vívószakosztály között, és tavaly magyar bajnok karcsapatot tudott felsorakoztatni. Mi szeretnénk csinálni egy térségi Uh, vívó centrumot, vívó központot, vívó akadémiát, akadémiát nevezünk hát, ezt hát, így, igen. ahol nem csak arról van szó, hogy a csúcsot próbáljuk meg valamilyen szinten pótolni, hanem valóban olyan bázist kialakítani ami joggal nevezhető majd egy nagyon komoly vívóbázisnak a Magyar Vívószövetségen belül. Egyébként tegnap beszéltem telefonon Csampa elnök úrral, Szerdánra meghívtam Gödölőre, ezt, mivel hogy hallottam, hogy fölgyorsultak az események, készen van ez a stratégia, szeretném a kezébe adni, szeretném azt, hogy ezzel is hozzá tudjunk járulni a Magyar Vívószövetség, az Egyetemes Magyar Vívás stratégiai céljainak meghatározásához és a programjának megalkotásához. Megvannak az alapjai, egy nagyon jó bázis, ami működik, és egy olyan modellt szeretnék bemutatni, amelyik egyrészt, ami mögött egyrészt egy város van, ami kistérségi szemlélettel nem csak 30 ezer vagy 40 ezer ember, hanem 200 ezer embernek a törekvéseit fogja össze, és még egy harmadik nagyon lényeges dolog van ebben a programban, a szinergikus hatásai a tau sportágoknak, hiszen nálunk kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, és feltehetően a jövőt, illetően még vízilabda is lesz, tehát a négy látvány sport, aus pályázatének szinergikus hatásait úgy összekötni, hogy abban a vívás is valamilyen szinten, azon a területen, ahol van átfedés, bele tudjon kapcsolódni. Ez persze szakemberek értik, amit én mondok, akik pedig kevésbé értenek hozzá, ezzel szeretném megmagyarázni, hogy nyilván kell a vívónak is a vízesport, hiszen a fizikai felépítéséhez szükséges, nyilván kell a kézi labdáknak hát is. A létesítmények kihasználtsága. Többi, és a létesítmények kihasználtsága, a költséghatékonyság, nagyon lényeges a transzparencia, az adófizető pénzek jó elköltésére, és a mögöttes oktatási háttér kialakítása, ami aztán későbbiek során megalapozhatja ezeknek a sportágaknak egy típusú támogatás bázisát, mert azt a típusú irányt szeretnénk ebben összerakni, azt a típusú formát, hogy kiválogatni úgy a gyerekeket bizonyos életkor után, hogy te mondjuk a játékokra vagy jó, hiába szeretnél vívó lenni, nincsenek meg azok az alapképességek, vagy például neked pontosan a lívás lesz az a sportág, amelyik használta, vagy neked például mondjuk a a atlétika, vagy inkább a, a kézilabda. Tehát egy ilyen típusú programot szeretnénk elindítani, és modellként bemutatni. Világos. No, akkor én azt mondom, hogy megvárjuk ezt a novembert, és amikor már valami dereng abból, hogy ennek milyen lehetősége van, akkor erről a modellről még beszélgetünk vízilabdástól. Köszönöm szépen, Annyit volt. Én is köszönöm szépen.